Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a szabályos, hatoldalú góla, felszínét és térfogatát számoljuk. A sorozat jellegzetessége, hogy olyan feladatokat oldunk, melyben mindig adott a góla két elemek közötti szög. Nézzük akkor a folytatásban, a második feladatban, milyen szög lesz ismert a feladatban. A feladat szövege így szól. Számíts is ki a szabályos hatoldalú góla felszínét, térfogatát, síkmetszetének és átlós a területét, a testmagassága 6 cm, testmagassága és oldalmagassága közötti szög 30 fok. Amint látjuk tehát, szabályos hatoldalú góla felszínét, térfogatát, síkmetszetének és átlós a területét számoljuk, és érdemes a feladat elején letisztázni a magasságokat. Ennél a gólánál háromfajta magasság szerepel. Először is a testmagasság, jelölése legyen nagy H, majd az alapmagasság, jelölése legyen kis H, és az oldalmagasság, az A oldalra húzott magasság, jelölése legyen HA. A feladat szövegében láthatjuk, hogy adott a testmagasság 6 cm, és egy szög legyen alfa 30 fok. Ki kell számítani a felszínt, térfogatot, amit természetesen alapterület és palástület segítségével számolunk. Szükségünk lesz még a sík és az átlós területére is. Így akkor ki kell majd számítanunk a hiányzó magasságokat, az alapmagasságot, illetve az oldalmagasságot mivel számolunk még átlós metszetet is, szükségünk lesz a nagyobb átlóra, hiszen az nagyobb átlón át húzódó átlós metszet területét keressük. Tehát ki kell számítanunk még az átlónak a hosszát is. Térjünk vissza a feladat elejére, konkrétan erre a 30 fokos szögre. Hol helyezkedik el az alfa egyenlő 30 fokos szög? A feladat szövegében láthatjuk, hogy a testmagasság és az oldalmagasság között. Tehát az ábrán megkeressük a testmagasságot, illetve az oldalmagasságot, és az a két oldal közötti szög 30 fok. Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a szög valójában a síkmetszetnek az egyik szöge. Így akkor a feladatunkat most is a síkmetszettel kezdjük. Tudjuk, hogy a síkmetszet az egy egyelőszárú háromszög. Magassága a testmagasság. Ez a test a háromszöget két derékszögű háromszögre bontja. Érdemes akkor ilyenkor csak az egyik háromszöget, derékszögű háromszöget figyelni. A síkmetszetnek az oldalai, az alapja az alapmagasság, az a szárai pedig az oldalmagasság, tehát kis H, illetve HA. Ebben a síkmetszekben ismerünk egy szöget, mégpedig a testmagasság és az oldalmagasság között, tudjuk, hogy ez 30 fok. Az ilyen típusú feladatoknál érdemes ezt a kis háromszöget külön kirajzolni. Tudjuk tehát, hogy ez egy derékszögű háromszög, melynek az oldalai egyrészt az oldalmagasság, másrészt a testmagasság, harmadrészt pedig az alapmagasságnak a fele. Tudjuk, hogy a testmagasság és az oldalmagasság között található szög 30 fok. Mivel derékszögű háromszögről van szó, azt is tudjuk, hogy a két hegyes szögnek az összege 90 fok. Így akkor, hogyha az egyik szögünk 30 fokos, akkor könnyen ki tudjuk számítani, hogy a másik 60 fokos. És ime kaptunk egy nagyon jellegzetes derékszögű háromszöget, melynek a szögei 30, 60, illetve 90 fokosak. Az ilyen típusú feladatoknál a megoldás mindig az, hogy ezt a háromszöget még egyszer lerajzoljuk, mégpedig úgy, hogy a 30 fok mellé rajzoljuk ugyanezt a háromszöget. Így akkor a 30 fokot kibővítjük még egy 30 fokkal, és 30 plusz 30 megadja a 60 fokot. Adott már egy 60 fok, most kaptunk még egyszer egy 60 fokot, így akkor egyértelmű, hogy a harmadik szög is 60 fokos lesz. Ez azt jelenti, hogy az itt látható háromszög, mivel minden belső szöge 60 fokos, ez egy egyenlő oldalú háromszög. Nézzük még a hiányzó oldalakat. A most megrajzolt kis háromszögnek ugyanolyan oldalai vannak, mint az eredetinek. Vagyis megjelölhetjük akkor az oldalmagasságot, illetve az alapmagasságnak a felét. Ha már ez egy egyenlő oldalú háromszög, az azt jelenti, hogy minden egyes oldala egyenlő, az egyik oldala láthatjuk, hogy a HA, a másik oldala úgy szintén a HA, a harmadik oldala pedig az alapmagasságnak a fele, illetve még egyszer a fele, vagyis ha ezt a két fél alapmagasságot összeadom, megkapom az alapmagasságot. Ime tehát megkaptuk az összefüggésünket, hogy az oldalmagasság ebben a gólában ugyanannyi, mint az alapmagasság. Hát sajnos sem az oldalmagasságot, sem az alapmagasságot nem ismerjük, pont a harmadik magasság az, ami adott, ez pedig a testmagasság. Visszatérünk ahhoz a tényhöz, hogy ez egy egyenlő oldalú háromszög. Az egyenlő oldalú háromszögre tanultunk egy képletet, ami a magasságot adja meg, konkrétan alap szorozva gyök hárommal, törve kettővel. Hát akkor nézzük, ennél a háromszögnél, amiről tudjuk, hogy egyenlő oldalú háromszög, mi lesz a magasság? Ez természetesen a testmagasság. Mi lesz ennek a háromszögnek az alapja? Az alapmagasságnak a fele, plusz még egyszer egy fél alapmagasság, együttesen adja az alapmagasságot, vagyis a kis hát, ezt kell szorozni gyök hárommal, és elosztani kettővel. És íme meg is kaptuk az összefüggésünket a testmagasság, aminek az értékét tudjuk, és az alapmagasság között. Ha már levezettük ezt az összefüggést, akkor a testmagasság segítségével ki tudjuk számítani az alapnak a magasságát. Helytesítsünk be. Tudjuk, hogy a testmagasság 6 cm. Egyelő lesz, kis házszor, gyök 3 per 2. Hogy megszabaduljunk a nevezőben található kettestől, beszorzok kettővel. A bal oldalon lesz tehát 6 x 2, míg a jobb oldalon egyszerűsítés után megmarad h gyök 3. Most meg kell szabadulnunk a gyök 3-tól, így akkor mindkét oldalt elosztom gyök 3-mal. Rögtön ki is fejezem akkor az alapmagasságot, vagyis a kis hát. A számlalóba került át a 6x2, vagyis a 12, a nevezőbe pedig a gyök 3. Ha hát tudjuk, hogy a nevezőben nem maradhat gyök, így akkor még gyöktelenítünk. Ezt a törtet beszorzom valójában egyel, olyan formában, hogy gyök 3 per gyök 3. Ezt azért teszem, hogy a nevezőben a két gyök 3-at, ha összeszorzom, gyök 3 szóval gyök 3 adja a 3-at. Rögtön észrevehetjük, hogy a 12, el tudom osztani 3-mal, marad akkor 4, és így meg is kaptuk, hogy az alapnak a magassága, vagyis a kis h, 4 gyök 3 cm. És mivel az előzőekben megkaptuk azt az összefüggés, hogy az oldalmagasság ugyanannyi, mint az alapmagasság, így akkor úgymond számolás nélkül rögtön felírhatjuk, hogy az oldalmagasság úgy szintén négyszer gyök 3 cm. Láthatjuk tehát, hogy a 30 fokos szög segítségével kiszámoltuk a hiányzó magasságokat. Folytassuk akkor tovább a feladatunkat az alappal. Tudjuk, hogy a szabályos hatoldalú górának az alapja egy egyeloldalú hatszög, szabályos hatszög, mindegyik oldala AAA. -A -A. Érdemes ebbe a szabályos hadszögbe megrajzolni az átlókat, illetve a magasságot, amelynek a jelölése kis h. Láthatjuk, hogy most számoltuk ki ennek a kis h-nak az értékét, 4 gyök 3 cm. A szabályos hadszög esetében tudjuk, hogy a magasság a szor gyök 3. Ha már kiszámoltuk a kis h-t, helytesítsünk. A magasság helyett írom a 4 gyök 3-at, és ez egyenlő lesz ezzel a képlettel, vagyis alszor gyök hárommal. Vegyük észre, hogy bal oldalt is, jobb oldalt is le tudjuk egyszerűsíteni a gyök hármasokat, így akkor könnyen fölírhatjuk, illetve leolvashatjuk, hogy az alap élnek az értéke 4 cm. És úgy is mondhatnánk, hogy innentől kezdve a lovon vagyunk, amint az alapélnek a hosszát tudjuk. Például ki tudjuk számítani az alapnak a területét. Ha visszatérünk az alaphoz, szabályos hatszög, tudjuk, hogy hat darab háromszögből áll. Egy háromszögnek, egy eloldalú háromszögnek a területe a négyzetszegyök 3 per 4, és mivel 6 ilyen háromszög van, így akkor ezt szorozzuk 6-tal. Az ilyen típusú feladatoknál egyszerűsíteni szoktunk 6-ot és 4-et 2-vel, így akkor megmarad, hogy 3-szor a négyzetszegyök 3 per 2 mivel az audat most számoltuk ki, hogy 4 cm, könnyen be tudunk helytesíteni. Háromszor, szor a, a négyzeten, tehát 4 négy a négyzeten, meg kell szorozni gyök 3-mal és alosztani kettővel. Ha most kiszámoljuk, mennyi 4 négy a négyzeten, 4 x 4 az 16, ezt szorzom gyök 3-mal és osztani kell kettővel. Észrevehetjük, hogy a 16-ot és a 2-t le tudjuk egyszerűsíteni, marad csak 8, így akkor, ha a 3-at és a 8-at összeszorzom, 24-et kapok, mellé írom a gyök 3-at, és a mértékegységünk négyzetcentiméter. Tehát ennek a gólának az alapterülete 24 szer gyök 3 négyzetcentiméter. Az alapterület után folytassuk a sort a palás területtel. A szabályos hat oldalú gólának a palástja 6 egyenlő szárú háromszögből áll. Minden egyes háromszögnek a területe alapszor magasság per 2, ezt szorzom 6-tal. Természetesen itt is tudunk egyszerűsíteni, és marad csak akkor úgymond a rövidebb képlet, háromszor a-szor h-a. Ide helytesítsünk be. Háromszor, az a oldalt 4 cm-nek számoltuk, az oda magasság pedig 4x 3. Így akkor a palás területünk háromszor 4 x 4 az 16, még mellé írom a gyök 3-at, vagyis a végeredményünk 3 x 16 az 48, kell még a négyzetgyök 3, és a mértékegység négyzetcentiméter. Miután kiszámoltuk az alapterületet, palásterületet, most már számolhatunk felszínt. Az általános képletünk a jól ismert alapterület plusz palásterület. Ide helyettesítsünk be. Az alapterületre 24 gyök 3-at kaptunk. A palás területre pedig 48 x gyök 3-at. Mivel mind a két kifejezés tartalmaz gyök 3-at, így összeadhatom őket. 24 plusz 48 az adja 72-t, a gyök 3-at csak lemásolom, a egységünk pedig négyzetcentiméter. Tehát a góla felszíne 72x gyök 3 négyzetcentiméter. A felszín után folytassuk a sort akkor a térfogattal. Nézzük először is a képletünket. A térfogatot úgy jegyezzük meg, hogy a térfogata a gólának ugyanaz, mint a neki megfelelő hasább térfogata, alapterület szorozva testmagassággal, annyi a különbség, hogy el kell osztani hárommal. Alapterületet már kiszámoltuk, a testmagasság adott volt a feladat elején, így akkor kiszámolhatjuk a térfogatnak az értékét. Az alapterületünk, tudjuk, hogy 24 x 3, ezt szorozzuk a 6 cm, amely ugye a testmagasságnak a hossza, és el kell osztani 3-mal. Természetesen tudunk egyszerűsíteni, érdemes akkor a 6-ot és a 3-at leegyszerűsíteni, és a térfogatunk 24x2, az 48, mellé írom a gyök 3-at, és a mértékegység 5 cm és akkor maradt még a sík meccet, illetve az átlós meccetnek a területe. Mind a két terület valójában egy-egy háromszögnek a területe. A sík esetében az alapja az alapmagasság, a magasság a testmagasság, így akkor a sík területét alapszor magasság per kettő képlettel számolom. Meg tudok helytesíteni. Az alapmagasságra kiszámoltuk, 4 szer kaptunk, a test magassága az adott volt, a feladat elején az 6 cm, és osztani kell 2-vel. Itt is tudunk egyszerűsíteni, például a 6-ot és a 2-t, ha leegyszerűsítem, marad egy 3-as, és a 3-at és a 4-et összeszorzom, az 12, gyök 3-at mellé írom, mértékegység 4 cm, tehát a sík területe 12 x gyök 3 négyzetcentiméter és a feladat végén nézzük még az átlós metszetünket. Ez is egy egyenlő száró háromszög, alapja most az alapnak a nagyobb átlója, a magassága pedig a testmagasság. Így is számolom az átlós metszetnek a területét. Az alap, tehát a D2 átló, szorozva a magassággal, tehát a testmagassággal, és osztva kettővel. Ami még hiányzik, az az átlónak a hossza, a képletünkből tudjuk, hogy az az alapnak, tehát az alapélnek a kétszerese. Mivel kiszámoltuk, hogy az alapél 4 cm, ennek a kétszerese 8 cm lesz. Tehát a nagyobb átlónak a hossza 8 cm. Így már könnyen be tudunk helytesíteni a képletünkbe. Az átló helyett írom a 8-at, a testmagasság a 6, és osztani kell 2-vel. Hát válogathatunk, hogy melyik számot egyszerűsítsük kettővel, legyen az a szokásos 6 marad tehát 3, és akkor az átlós metszetnek a területe, a végén ha a 8-at és a 3-at összeszorzom, megkapom, hogy 24. vigyázat itt nincs gyök 3, a mértékegység egység négyzetcentiméter. Ilyenkor mindig el kell mondani, hogy az átónak a fele, azt tudjuk, hogy valójában az a oldal, így akkor létezik egy rövidebb képlet is anélkül, tehát hogy az átlót kiszámolnánk, a szorozva h-val. Az a oldalunk az 4 cm, a h pedig 6 cm, tehát ha valaki ebbe a képletbe helyettesít be, 4 x 6 ugyanúgy 24 négyzetcentimétert kap. És ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!